Ha nagyon röviden kéne elmondani azt, hogy mivel foglalkozom, akkor modellezéssel foglalkozom. Ez nem mond sokat, főleg azért, mert a modellezést mindenki használja, akarva tanul. például a tanításban, az oktatásban, ahhoz, hogy megértessünk bármit valakivel, ahhoz példákat mondunk. Olyan, mint ez is ez. Ezt főleg akkor használjuk, amikor olyasmit magyarázunk el, amit nem tudunk megmutatni képben, nem tudunk elmagyarázni, mert a másik számára ez még teljesen ismeretlen terület. Például soha nem látott olyat. Viszont valami hasonlót már látott, ami nem ugyanaz, ezért csak olyan, mint. Ez nagyon nagy segítség az oktatásban, mert hogyha van egy kép a fejünkben, akkor könnyebben megérthetjük azt, hogy milyen az, ami, amit még soha nem láttunk. A modellezés tehát olyan, mint egy hasonlatkeresés, tehát nagyon könnyen tudjuk használni a hétköznapjainkban. Éppen ezért például használok hétköznapi modelleket is, bizonyos folyamatokat, amelyeket nem tudok megfogni, amelyeket nem tudok elvégezni, azokhoz hasonló folyamatokat viszont el tudok végezni, na azokat csinálom, és ez például hat az idegrendszeremre, tehát fejleszt engem, és előbb-utóbb azokat, amiket nem tudtam megcsinálni és nem tudtam gyakorolni, azokra is alkalmas, képes leszek. Ott van egy sokat említett példám a hétköznapi modellezésre, a lépcsőzés. Amikor emeleten laktam, második, harmadik, negyedik emeleten, akkor a lépcsőt használtam a lift helyett. Ez jót tesz az egészségnek, de nem csak erre használtam, és éppen ezért nevezük hétköznapi modelleknek ezeket. A hétköznapi modellek tehát olyan gyakorlatok, amelyek a hétköznap elvégzendő feladatokat használják arra, hogy nem hétköznapi eredményeket érjünk el vele. Tehát az egyik oka a lépcsőzésnek az, hogy természetességgel jártam kibe a lakásból, és ezt lépcsöntettem. A másik oka az, hogy szerettem volna felkészülni bizonyos megmérettetésekre, feladatokra, amelyhez több energiára van szükségem, több edzettségre van szükségem, viszont azt nem lehet gyakorolni, nem lehet edzeni rá. Ilyen például egy egy alkalmas rendezvény, egy karrier építése, egy, egy kihívásra való felkészülés, amelyet majd akkor tudok gyakorolni, amikor ott vagyok, viszont előtte is felszeretnék készülni. Banálisnak tűnik, de nagyon hatékony módszer. A lényege az, hogy összehasonlítom a tevékenységet, a folyamatot, a hétköznap végzendő feladattal. Tehát a modell úgy épül föl, hogy a lépcsőzés lényege az, hogy ahogy fölmegyek a negyedikre, addigra elfáradok. A karrierépítésnek a lényege pedig az, hogy elkezdem, hiszek benne, rengetegek dolgozok benne, és ahogy érnék a végére, elfáradok, és nagyon sokan föl is adják ezt, még mielőtt megtörténne az eredményesség. Párhuzamba állítom tehát a karrierépítést, és azt, hogy a negyedik emeleten lakom, és oda föl kell menni, és párhuzamba állítom azt, hogy energetikailag hogy fáradok el. A karrierépítésnek az egyik buktatója az, hogy nagyon sokan feladják akár az elején, mennek lifte, nagyon sokan feladják akár a közepén, Mégiscsak liftel mennek, és nagyon sokan feladják a végén, mielőtt eredményt kapnak, mert teljesen elfáradnak, és csak éppen felvánszorognak. A karrierjük csúcsjára. Az azért baj, mert amikor felértél, oda, amiért küzdöttél, éppen akkor kell rendelkezni a legnagyobb energiával, akkor fogod a tehetségedet maximálisan kihasználni, akkor lesz a legnagyobb lehetőséged a legtöbb kontaktusra akkor tudod kiaknázni az egész munkádat. Tehát nem úgy van a karrierépítés, hogyha elérted a karriered, de hát akkor onnantól kezdve már minden magától megy. Nem. Onnantól kezdődik a munka. Odaig csak fölmentél a létrán, a tetőre, és aztán rakoskodhatod a cserepet, hogy ne ázzon be a ház. Tehát nagyon fontos, hogy amikor a negyedikre felérek, akkor több energiám legyen, mint amikor elindultam legalul. Konkrétan úgy dolgozom tehát a modellben, hogy elindulok a földszintről, föl akarok menni a negyedikre, és ahogy megyek fölfelé, egyrészt érzékelem azt, hogy magasabban és magasabban és magasabban vagyok, de egyre több energiám van, tehát nem fogy az energiám, ahogy fáradnak az izmaim, hanem egyre lelkesebb vagyok, egyre több erőt érzek magamban, és egyre jobban tapasztalom azt, hogy közel vagyok a célhoz, és, és már megtettem egy utat, tehát már feljebb vagyok, mint az előbb voltam. Mire fölérek a negyedikre, akkor erős vagyok, aktív vagyok, és bármilyen feladat jöhet, például meglátok otthon valamit, hogy meg kell csinálni, akkor nem lihegek, és azt mondom kifogásként, hogy most jöttem föl a lépcsőn, elfáradtam, még pihenek, és csak aztán fogok hozzá a dolgokhoz, hanem fölérek, és nagyon jó kedvel, erővel, akár leviszem a szemetet. Gyalog, és megint följövök a lépcsőn. Gyalog. A karriert ugyanígy kell elképzelni, csak a karriert még nem éled meg, mert még elkezded építeni. Tehát előtted van minden, még akkor is, hogyha a karriered építésének a közepén vagy. Akkor is még előtted van rengeteg minden, és még a karrier elérésében, tehát valamilyen képesség és lehetőség elérésében, valami pozíció elérésében még neked ott tevőlegesnek kell lenned, ott kell még a sikert learatnod. Tehát nincs időd arra, hogy ott pihenjél, hanem addig kell ütni a vasat, amíg forró, menni kell tovább, építkezni, tovább csinálni. Na most ezt lehet modellezni, ez egy hasonlat, ez egy hétköznapi modell, nagyon egyszerű, nem kell túl gondolni az egészet, nem kell hinni benne, nem hinni benne, hanem egyszerűen csak annyit kell csinálni, hogy ha van ilyen célod, hogy építesz valamit, amit nem lehet így kézzel megfogni, tehát olyan, mint egy karrier, akkor, akkor használd a lépcsőzés modelljét, és jót tesz az egészségednek, tehát nem vesztesz vele, és figyeld meg, előbb-utóbb fogod tapasztalni, hogy a karriered halad, és egyre följebb jutsz, egyre több mindent fogsz elérni.